Újabb 11 koronavírus fertőzött halt meg Magyarországon, 88-an nőtt a fertőzöttek száma, így már 2863 betegről tudnak. Október környékén jöhet a járvány második hulláma, Orbán Viktor szerint azt mondta, az első csatát megnyerték. Budapest és Pest megye kivételével mindenhol kinyithatnak az üzletek és az éttermek, a fogorvosok pedig ismét rendelhetnek. És szinte minden nyári fesztivál elmarad, miután az 500 főnél kisebb rendezvényeket sem lehet megtartani, van, aki halaszt. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Nemes Anna. Jó napot kívánok, ez az ATV híradója délben. Újabb 11 koronavírus fertőzött halt meg itthon, mindegyikük krónikus beteg volt. Az áldozatok száma ezzel 323 főre emelkedett. 88 új beteget regisztráltak, így már 2863 fertőzöttről tudnak a hatóságok. 983 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 49-en vannak lélegeztetőgépen. A gyógyultak száma 609 fő. A járvány továbbra is a csoportos megbetegedések fázisában tart, de a kórházak felkészültek a tömeges fertőzés szintjére, írja a hivatalos tájékoztatási oldal. Nem szabadult el a vírus, így Magyarország az első csatát megnyerte, ezt Orbán Viktor mondta az állami rádióban. A miniszterelnök szerint időt nyertek, mert az egészségügy felkészült arra az esetre, ha nagy hullámban támadna a járvány. Akkor pedig nem lesz olyan ember, aki ellátás nélkül maradna. Orbán Viktor hozzátette, a vírus nem ment el, csak időt nyertek, várhatóan október környékén lesz a második hullám, de a vírus terjedése nyáron le fog lassulni. A miniszterelnök azt mondta, ha sikerül Budapesten is csökkenteni a halálozási arányt, akkor a fővárosban is újraindulhat az élet. Nincs már olyan helye Magyarország, nincs olyan település, és nincs olyan ember, akinek azt kéne gondolni, hogy ő talán ellátás nélkül marad. Minden magyar embert minden településen megtalálunk, beazonosítunk, orvosi ellátásra tudunk helyezni, és ha kell, akkor a legszigorúbb segítséget is, tehát lélegeztetőgépen keresztüli ellátást is tudunk a számára biztosítani. Egyelőre azonban maradnak a korlátozások, május 4-e után is Budapesten és Pest megyében a magyar közlönyben megjelent rendeletcsomag szerint. Az ország többi részén viszont enyhítenek a korlátozásokon hétfőtől. Kinyithat minden üzlet, sőt használni lehet majd az éttermek teraszait és kerthelyiségeit. A strandok is kinyithatnak, ahogyan az állatkertek és a szabadtéri múzeumok is. Kinyithatnak az egyetemek is, ha a rektorok úgy döntenek. A másfél méteres távolságot mindenhol tartani kell, és mindenkinek kötelező maszkot hordani a boltokban és a tömegközlekedésben, de lehet helyettesíteni sállal vagy kendővel. Aki megszegi az előírásokat, az pénzbüntetést kaphat. Június 2-áig biztosan nem nyitják újra az iskolákat, ezt Gulyás Gergely mondta a Kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint egyelőre eddig a dátumig tud tervezni a kormány, és a május végi adatok alapján dönthetnek majd arról, kinyitnak-e az intézmények még az idei tanévben. A pedagógus szakszervezetek üdvözlik a döntést, de szerintük a júniusi nyitásnak már nem biztos, hogy lenne értelme. Ezek a felvételek még a járvány előtt készültek az egyik iskolában. Néhány hete azonban az intézmények üresek, a kormány a koronavírus miatt digitális távoktatást rendelt el. A miniszterelnök korábban azt mondta, a gazdaságot újraindítják. Gulyás Gergely viszont arról beszélt, hogy az iskolák újranyitására egyelőre nincs pontos dátum. Június 2-áig, azt hiszem az a pünkösd utáni kedd, addig biztos, hogy iskolába menni a korábbi szabályok szerint nem kell, nem is lehet. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, arról, hogy mi lesz júniusban, csak a május végi adatok alapján tudnak dönteni. Karácsony Gergely főpolgármester szerint Budapesten még nincs itt az ideje az enyhítésnek, így az iskolák újranyitásának sem. Az iskolák megnyitásának, még egyszer mondom, ez egy inkább egy érzés, mint egy tényekkel alátámasztott vélemény, de az érzésem szerint nincs még itt az ideje. Lehet, hogy fel kell készülnünk arra, hogy csak szeptemberben nyitnak ki az iskolák. A pedagógusok demokratikus szakszervezetének elnöke szerint a június közepéig tartó tanév miatt két hétre nem sok értelme van kinyitni az iskolákat. Ha azt mondták, hogy május végén vagy június elején lehet szó erről először, akkor oktatáshoz értő emberként azt mondom, hogy a hátralévő másfél-két hétre, meg különben tudjuk, hogy ezek milyenek szoktak lenni, olyan sok értelme már nem lenne. Sokkal nagyobb lenne a kockázata akkor szerintem, mint értelme.
A pedagógusok szakszervezete szerint a jövő heti érettségig hatásaiból kell levonni a következtetéseket, ez kijelölheti az irányt. Az, hogy lehet vagy nem lehet júniusban bármiről is dönteni, azt szerintem abban a pillanatban is azoknak az információknak nem kell majd meghozni, ami majd a rendelkezésükre áll. A miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón azt is elmondta, a gyermekek felügyeletéről viszont továbbra is gondoskodniuk kell az oktatási intézményeknek. Hétfőtől már nem csak sürgős esetekben lehet fogorvoshoz menni, számolt be róla a hvg.hu. Kásler Miklós ugyanis módosította a korábbi rendeletet. A portál megjegyzi, hogy bár Budapesten és Pest megyében maradnak a korlátozások, a miniszteri rendeletből nem derül ki, hogy ez csak a vidéki településekre vonatkozik-e. A hvg.hu szerint március végére olyan sok fogorvosi rendelő zárt be a veszélyhelyzet miatt, hogy volt olyan terület, ahol hatóságilag kellett kijelölni fogorvosi rendelőket a sürgős esetek ellátására. A módosított miniszteri rendelet alapján június 1-től a szűrővizsgálatok is újraindulhatnak. Több a kirándulók által kedvelt település is szigorította a kijárás szabályait a hosszú hétvégére. A 24.hu gyűjtése szerint a balatonparti települések egy része lezárt minden turisztikailag fontos célpontot, emellett pedig megtiltották a turistaútvonalak és a tanösvények használatát. A játszótereket és a kilátókat is zárva tartják. Balatonfüreden például nem lehet behajtani a nagyobb parkolókba, több utcába pedig csak célforgalmi behajtás engedélyezett. Győrben tilos lesz az utcai padok és egyéb bútorok használata, Szegeden legfeljebb egy órán keresztül lehet a szabadban lenni, és korlátozzák a vásárlók számát a piacokon. Tiszafüredet gyakorlatilag lezárták, csak alapos indokkal lehet közterületen tartózkodni. Mától lezárják a Margit-szigetet és az Óbudai-szigetet is a hosszú hétvégére. Karácsony Gergely főpolgármester elrendelte, hogy május 1-e és május 3-a között reggel 9 órától este 8 óráig senki ne látogathassa ezeket a területeket. A futók szigorúan betartva a 10 méteres követési távolságot, a kora reggeli és az esti órákban ki tudnak menni sportolni, mérje közleményében a főpolgármesteri hivatal. Budapest belvárosában több utcát is lezárnak az átmenő forgalom elől a mától kezdődő hosszú hétvégére, jelentette be a 6. és 7. kerületi polgármester. A lezárások a legforgalmasabb turisztikai célpontokat érintik. Több utcába csak azok hajthatnak be, akik ott élnek, vagy igazán fontos dolguk van. Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, hamarosan elindul a forgalom csillapítására szolgáló tesztprojekt. Ez Budapest egyik legforgalmasabb része. Az Andrássy út és környéke kedvelt turisztikai és kulturális célpont, és igen nagy az átmenő forgalom is. Ezen szeretne változtatni most a 6. és 7. kerület polgármestere. A cél közös. Visszaadni valahogy a közterületeinket a lakóknak, a helyieknek, az erzsébetvárosiaknak és a terézvárosiaknak. Ehhez megpróbálunk minél több parkolóhelyet biztosítani a helyieknek, csökkenteni az átmenő forgalmat. Ezért a május 1-i hosszú hétvégére több utcát lezárnak. A 6. kerületben a Nagymező utca, a Király utca és az Andrássy út közötti területet zárják le az átmenő forgalom elől. Ez azt jelenti, hogy csak azok hajthatnak be ide, akik ott élnek, vagy például a rokonaiknak segítenek. A járvány helyzet kezelésére alkalmazott intézkedések most egybevágnak a forgalomcsökkentési szándékunkkal. A szomszédos 7. kerületben az Erzsébet körút, Károly körút, Király utca és Dohány utca közötti területen szüntetnék meg az átmenő forgalmat, és könnyebb lenne a parkolás is. A végső cél az, hogy ez a terület egyáltalán ne legyen felszíni parkolás, ehhez fogunk teremteni parkolóházi területeket, fogunk teremteni mély garázsokat. Karácsony Gergely bejelentette, a közlekedés biztonsági és forgalomcsillapítási terv kidolgozására vonatkozó javaslat elfogadásával elindulnak a kerületekkel egyeztetett tesztprojektek. Nem fűnyíró elv szerint kell ezeket a forgalomcsillapításokat meglepni, hanem a városok kerületi polgármesterekkel egyeztetve utcáról utcára haladva megnézi azt, hogy hol indokolt adott esetben a forgalom csillapítása, és hol merülhet föl az az igény, hogy új szabályozó elemeket alakítsunk ki. A Fidesz egyetért azzal, hogy tenni kell a balesetek ellen, hiszen megengedhetetlenül sok ember hal meg az utakon, de a párt szerint ki kell kérni a budapestiek véleményét is.
A miniszterelnökség tájékoztatása szerint az 500 főnél kisebb rendezvényeket sem lehet megtartani augusztus 15-e előtt. Több fesztivál szervezője már be is jelentette, hogy elmarad a rendezvény. Nem tartják meg a többi között a Szigetet, a Balaton Soundot és a Volt Fesztivált sem. Egyelőre még most egyeztetik, hogy mi legyen a megvásárolt jegyek sorsa. A tervek szerint akár a jövő évi fesztiválra is fel lehetne használni, de keresik a megoldást a visszatérítésre is. A Fishing Honor Fű Fesztivált augusztus végére halasztják. A Sziget főszervezője a 24.hu-nak azt mondta, ez a helyzet komoly anyagi károkat okoz a teljes fesztiválpiacon, és munkahelyek kerülnek veszélybe. A munkahelyek csak nem fele veszélybe került a koronavírus járvány gazdasági hatásai miatt itthon. Ez derült ki a Magyar Tudományos Akadémia kutatóinak elemzéséből. Az átlátszó beszámolója szerint a leginkább a személyes érintkezést igénylő szolgáltatók érezték meg a negatív hatásokat, emellett pedig több olyan iparág is bajba került, ahol jelentősen visszaesett a kereslet az elmúlt időszakban. A magyar munkavállalók több mint fele magas vagy közepesen magas kockázatúnak számító szektorban dolgozik. Ilyen a feldolgozóipar, a vendéglátás és az idegenforgalom, vagy éppen a szállítmányozás. Globálisan egyébként annyival csökkent a ledolgozott órák száma, mintha 195 millió ember veszítette volna az állását. A járvány elleni védekezés a családok költségvetését is jelentősen megterheli. Egy öttagú háztartásban havonta akár 20 000 forintot is költhetnek a különféle védőeszközökre. Maszk, kesztyű és fertőtlenítőszer a legkelendőbb eszközök a koronavírus elleni védekezésben. Mivel számos üzletben most jóval drágábban lehet csak beszerezni ezeket, mint korábban, így a járvány komoly anyagi terhet is jelent. Egy nagyobb családban akár 20 000 forintot is elvisz a védekezés havonta. Elég sok pénzzel megy, mert megemelkedtek a maszkok ára, tehát mindennek megemelkedett szerintem az ára. Illetve nem csak a maszkok ára, hanem inkább a fertőtlenítők ára. Én úgy gondolom, tapasztalatom ez, hogy bár eddig az ember nem koncentrált annyira legalábbis ennyire a felületfertőtlenítőkre. Nagyjából egy ilyen 5-7 ezer forint az a plusz kiadás, amit jelenleg a védekezés felemészt a családi kasszából. Utoljára kesztyűt 160 forintért kaptunk egy párat, maszkot 350 forintért, készfertőtlenítőt pedig 2000 forintért egy litert. Ezek elfogynak, mert mi mind a mellett, hogy otthon nyilván vigyázunk egymásra, illetve a környezetünkre, amikor megyünk vásárolni. A piacon néhol 300, de akár 500 százalékos áremelkedéssel is találkozhat a vásárló. Van olyan maszk, amit tavaly még 40-50 forintért adtak, most viszont akár 200-250 forintot is elkérnek darabjáért. Hasonló áremelkedés tapasztalható a készfertőtlenítők esetében is. Az alapanyagot nemzetközi piacokról kell beszerezni, ott hiány van, és ilyenkor törvényszerű sajnos a beszerzési áraknak is az emelkedése. Ez pedig sem a hazai forgalmazó, sem a hazai kereskedő nem tudja be kivédeni, ezért van ezekből a szükségesnél kevesebb a boltokban, és sajnos ezért feljebb is ment az áruk. Szappamból és fertőtlenítőszerekből most is sok helyen van hiány a boltokban. Az egyik üzlet eladója úgy fogalmazott, olyan, mintha háborús helyzet volna. Amilyen sebességgel töltik a polcokat, olyan gyorsan viszik el a vásárlók a termékeket. A koronavírus betegségből felgyógyult élsportolók ajánlották fel a vérplazmájukat fertőzöttek kezeléséhez. Már több mint 120 önkéntes felajánló van, de többre lenne szükség. Egy donor ugyanis 2-3 súlyos állapotban lévő betegen is segíthet, viszont nem mindenki alkalmas erre. Itt kellett tölteni pár adatlapot, és kaptunk egyelőre kettő fiolát, de úgy tudom, hogy lesz majd még egy, és ott az asztalnál kell majd vért adni. Régen nem lehetett ennyi sportolót látni egy helyen. Úszók, birkózók, kajakkenusok, kerékpárosok, párbajtőrvívók gyűltek össze a testnevelési egyetem udvarán. Az apropó viszont most nem egy verseny volt. Sportolókon végeztek koronavírus tesztet, hogy kiderüljön, átestek-e már a betegségen. Ha igen, vérplazma adással segíthetnek a még súlyos állapotú betegeken. Nem tudunk róla, hogy a birkozók között lett volna pozitív koronavírusos, úgyhogy most ez egy jó alkalom, hogy ezt majd látni fogjuk, hogy valaki átesette már
ezen a dolgon, és hogyha igen, akkor a vérével tud segíteni azoknak, akiket komolyabban megvisel ez a betegség. A vérplazma terápia egy viszonylag könnyen alkalmazható módszer, amit közel 100 éve alkalmaznak már különböző megbetegedéseknél. A mintavétel helyszíne nem véletlen, ugyanis a SOTE, a Pécsi Tudományegyetem és a Testnevelési Egyetem közösen fejleszti a terápiás kezelést. A kutatást ez utóbbi tudományos rektor helyettese vezeti. Azok, akik már átestek a betegségen, tehát kialakult bennük egy immunitás, szoktuk mondani, hogy szuperképesség, hiszen az ő vérük, vérplazmájuk az semlegesíti a vírusokat. Azt, hogyha kinyerjük és átadjuk egy olyan betegnek, akinek éppen nagyon magas a vírus szintje, nagyon küzd a vírussal, akkor ezt őt átsegíti ezen a nehéz időszakon. A terápiát Kínában koronavírusos betegeknél sikeresen alkalmazták már. Magyarországon ennek egy továbbfejlesztett verzióját kezdték el alkalmazni. Eddig 4 súlyosan fertőzött kezelését kezdték már meg így. Laca szerint azonban az eredményről még korai beszélni. Az első 20 kezelés után lesznek biztosabb információik erről. Hűtés nélkül tároltak mintegy 100 holttestet 3 teherautóban egy New York-i halottasháznál. A szomszédok orfacsaró bűzre lettek figyelmesek, ekkor pattant ki az ügy. Végül a városvezetés küldött egy hűtővel ellátott kocsit a helyszínre. A halottasház tulajdonosa azt mondta, leállt a hűtő, emiatt nem tudták rendesen tárolni az emberi maradványokat. New York a járvány amerikai gócpontja, az áldozatok száma már meghaladta a 18 000-et. A brit miniszterelnök videó üzenetet küldött, de a királynő is felköszöntötte 100. születésnapján azt a második világháborús veteránt, aki 30 millió fontot, átszámítva 12 milliárd forintot gyűjtött össze a brit egészségügyi dolgozóknak. Az egykori százados tiszteletbeli ezredessé léptették elő. Happy birthday to you. 100. születésnapja alkalmából köszöntötték ezt a veteránt egy dél-angliai városban. Tom Moore százados nem csak méretes tortát kapott, hanem 125 000 üdvözlőkártyát is a világ minden részéről. A háza fölött pedig tiszteletkört tett 2 második világháborús brit harci repülőgép, egy Spitfire és egy Hurricane, amelyeket ő még harc közben is látott. Az Augustiannak tegnap is volt meglepetésben része. A brit hadsereg vezérkari főnöke tiszteletbeli ezredessé léptette elő. Az értesítést személyesen adta át a Yorkshire-i ezred első zászlóaljának parancsnoka, a járvány miatt természetesen megfelelő távolságból. Ma pedig a brit kormányfő köszöntötte. Captain Tom, I know I speak for the whole country. Az egész ország nevében kívánok boldog 100. születésnapot. Az ön hősies erőfeszítései jobb kedvre derítették az egész nemzetet, mondta Boris Johnson, aki szerint a százados fénypont a britek életében. Az idős férfi ezzel a mutatványával tett szert nem csak országos, hanem világhírnévre. Még márciusban azt vállalta, hogy a 100. születésnapja előtt 100-szor körbe sétálja házának hatalmas kertjét. Azt kérte a polgároktól, hogy cserébe támogassák adományokkal a brit állami egészségügyi szolgálatot. Eredetileg 1000 fontot szeretett volna összegyűjteni a koronavírus járvány elleni harc frontvonalában szolgáló egészségügyi alkalmazottaknak, de végül 30 millió font, átszámítva 12 milliárd forint gyűlt össze. Thank you very much, all of you. Köszönöm szépen mindenkinek az egész világon. Teljesen lenyűgözött az a kedvesség, hogy önök ennyi pénzt adományoztak az alapítványnak, hálálkodott a százados. Az Egyesült Királyságban közben 26 000 fölé emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma. A Szigetország ezzel a világon a második helyre került. A kormányfő, aki maga is átesett a fertőzésen, a gazdasági nehézségek ellenére is óvaintett a 6 hete tartó korlátozó intézkedések idő előtti feloldásától. 1 tonna tyúktrágyát szórtak szét egy svéd város parkjában, a helyi vezetés így akadályozta meg, hogy ott bulizzanak a fiatalok. Svédországban egyébként enyhék a járvány miatt bevezetett korlátozások, nem zárták be az iskolákat, és a cégek többsége is működik.
Serényen dolgoznak a hatóságok Lund dél-svédországi egyetem város parkjában, de nem az esti fesztiválra készülnek. Éppen ellenkezőleg a fő céljuk az, hogy elvegyék a fiatalok kedvét a részvételtől. Emiatt még a parkot is lezárták, de mindez még nem elég, egy tonna tyúktrágyát szórtak szét. Nem szeretnénk, ha Lund a koronavírus járvány egyik gócpontjává válna. A tyúktrágya kétféle módon hatékony. Egyrészt a bűze miatt nem lenne valami kellemes itt üldögélni a füvön, másrészt pedig kifejezetten használ a gyepnek, mondta a polgármester. Április 30-a hagyományosan a partik és piknikek napja Svédországban, este pedig beköszönt a nagyszabású ünnep, a Walpurgis éj. Az elmúlt években volt, hogy 30 ezer fiatal gyűlt össze a Lundi parkban. Svédországban egyébként nem vezettek be szigorú korlátozásokat a járvány miatt. A hatóságok inkább csak megkérték az embereket az elkülönülésre, így a fesztiválokat sem tiltották be. Az amerikai elnök szerint a svédek maguktól is tudják, hogy mi a helyes, de a szigor hiánya miatt azért több az áldozat. A svéd miniszterelnöknek nem is kell mondania, hogy az emberek maradjanak otthon, mert automatikusan azt teszik. Mindenki jó példaként emlegeti a svédeket, de azért a járvány súlyosan érintette őket, mondta Donald Trump. A 10 millió Svédországban több mint 20 ezer fertőzött van, csak nem 2500-an pedig meghaltak, ami jóval magasabb arány, mint a szigorú korlátozásokat bevezető többi skandináv államban. Egy aligátor tört be egy családhoz Dél-Karolina államban. A hüllő egészen közel ment a házuk falához, aztán mutatványba kezdett. Pörgött, forgott, a farkával csapkodta a falat, és a kertben mindent, ami az útjába került. A kiérkező biztonsági emberek előbb alaposan meglocsolták, aztán megpróbálták befogni. A hüllő ekkor is rendkívül nyugtalan volt. Végül sikerült befogni, elvonszolták, és egy közeli lagunában szabadon engedték. A déli híradó után is várja Önöket a fórumban Somos András, és már is elmondja, hogy milyen témákat ajánl. Szervusz András! Jó reggelt, vagy üdvözlöm a nézőket. Persze, hogy nem reggel van, de hát most mondjuk azt, hogy már benne voltam a témákban, mert hogy ugye Orbán Viktor rádióinterjúja, rádióbeszélgetése arról szól, hogy nem lehet így tovább bírni az életet, ezért kell lazítani, de azért a második hullám jön október-novemberben, ezt Önök is hallották, látták. Aztán érvénytelenítette a tankerületi vezető a sikeres gimnáziumi felvételiket saját szakállára, és van egy MSZP munkavédelmi online aláírás gyűjtésünk is, amely 5 pontot tartalmaz, úgyhogy ezek a témák, és hát remélem, hogy lesz egy erős 20-22 percünk. Köszönöm szépen, András, most tehát a híradónak vége, de azonnal jön a fórum, maradjanak velünk, hívják Andrást. Friss hírekkel pedig legközelebb 17:25-kor Holló Márta várja Önöket, én már megköszönöm a figyelmüket, szép napot, szép hétvégét, viszontlátásra!